Gediminas Petrauskas váltotta a vezetőedzői pozícióban Schmidt Bélát, aki a jövőben másodedzőként segíti az első csapat munkáját az atomerőmű ESE férfi NB1-es kosárlabda egyleténél. A 31 éves litván tréner a nyáron hazája U17-es válogatottjával világbajnoki bronzérmet nyert. A piros-kékek augusztus közepén kezdték meg a közös munkát. First of all, I really enjoy Paks. Nagyon tetszik Paks, tehát minden megvan, amire szükségem van, a kávézók, az éttermek, nagyon szép helyek vannak itt, ahol a kutyákkal lehet sétálni. Nekem alapvetően nagyon bejön ez a hely. De ugye azt is elmondtam, hogy nem nyaralni vagyok itt, hanem dolgozni. Tehát nem arra van szükségem, hogy egy úszómedence legyen a Ácsokertemben, hanem arra, hogy dolgozhassak. Minden körülmény adott itt hozzá, a terem, a játékosok, a környező feltételek. Szóval én alapvetően elégedett vagyok. Ráadásul ez a mostani esős időszak, ez elég emlékeztet Litvániára, tehát mint ha otthon lennék. A keretben is jelentős változások történtek. Távozott Tóth Ádám, Eilinszfeld János és Ryan Watkins kivételével az összes légiós, érkeztek viszont magyar fiatalok, továbbá két amerikai és egy litván kosárlabdázó. A csapatkapitány Kovács Ákost követően Medve Máté lett. Teljesen mondhatni, hogy kicserélődtünk. Ugye rengeteg tapasztaltabb játékos is elhagyta a csapatot. Teljesen új fajta, típusú kosárlabdát fogunk játszani, mint eddig, amihez rengeteget kell dolgoznunk, hogy minden klappoljon, mert teljesen új a szisztéma, védekezésben, támadásban, és mivel gyakorlatilag mindenkinek új, ezért ugye több idő betellik belerázódni ebbe, de szerintem jó úton haladunk. Kemény szezonra számítok mindenképpen. Az ASEA felkészülési mérkőzéseken eddig vegyes képet mutatott, győzelmek és vereségek is váltották már egymást, legutóbb a Kiskunfélegyházi Pékség kupán viszont tornagyőztes lett a gárda. A csapat felkészülésének alakulásáról, illetve további interjúkkal, híradónkat követő Lelátó című sportmagazinunkban láthatnak.